elsősorban a vontatott szántóföldi gépeket konstruálunk, és elsősorban a magyar gazdáknak áruljuk ezeket a gépeket, de most már Szlovákiában, Szerbiában és Romániában is vannak gépeink. A vontatott gépek, mint fősodorvonal mellett és új gépek gyártása mellett foglalkozunk gépbeszámítással is, régi gépek felújításával, átalakításával is, illetve vannak egyéb konstrukcióink is, különböző folyékony műtrágya, kiutató adapterek, permetező adapterek, erdészeti gép. Ez az egyik legrégibb kiállítás Magyarországon, és a Uniper itt volt többször is. Így van, tulajdonképpen a legelső bábolnai kiállítás óta itt vagyunk, folyamatosan, mindegyik kiállításon itt voltunk. Úgy néz ki, hogy ez a harmadik napja a kiállításnak talán eddig ez a legforgalmasabb, legizgalmasabb. Én azt gondolom, hogy továbbra is ez lesz nekünk az egyik kiemelt megjelenési helyünk, hiszen akár a hagyományok miatt, akár a rengeteg érdeklődő miatt nekünk ez mindenképpen pozitív kiállítás. Lehet azt vélemezni, hogy a gazdálkodók mennyire tudták magukévá tenni azt, hogy bizony a hitel kijutatásnál, akár a permetezésnél kell egy olyan speciális technológia, ami leginkább az ő gazdálkodásokat segíti. Az igazság, hogy pont ebben tudunk mi nagyok lenni, hogy az ő igényeiket próbáljuk maximálisan kielégíteni. Amilyen extra igényük, kérésük van, azokat az ésszerűség határán belül természetesen próbáljuk megvalósítani, és a kor kihívásainak megfelelve a legújabb technológiákat alkalmazzuk, illetve fejlesztjük együtt legtöbbször a gazdákkal, tehát nem is otthon mi magunk, vagy esetleg társcégekkel fejlesztjük, hanem gazdák igényei alapján együtt dolgozzuk ki a megoldásokat. Akkor ez azt jelenti, hogy akár személyre szabottan tudnak kínálni konstrukciókat a különböző technológiák területén? Abszolút, abszolút. Nálunk mindent össze lehet válogatni, így van. Úgyhogy mi maximálisan segítünk nekik, és ezért is vannak sorozatosan visszatérő vásárlóink, mert megelégedéssel használják a gépeinket, és mind újabb és korszerűbb gépeket szeretnének. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!